Szeretettel köszöntöm Önöket! Önök Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. A mai műsorban egy olyan fehérvári hölgyet szeretnék Önöknek bemutatni, aki ékes példája annak, hogy háziasszonyként 31-néhány évesen is lehet karriert építeni. Ezt most el fogja nekünk mondani Tóris Hajnalka, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Szia! Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk és beszélgetsz velünk. Kezdjük azzal, hogy te Guinness rekorder vagy. Igen. Volt egy Guinness rekordot 2009-ben, és egy elég nagy utat jártál be egészen odáig. Akkor inkább azt mondom, hogy ne is kezdjük el ezzel a Guinness rekorddal, hanem inkább menjünk vissza arra a pontra, ahol te eldöntötted, hogy ezzel szeretnél foglalkozni, hiszen Hajni sminkmester és maszkmester is egyben, és hát most már ugye Fehérváron nem igazán tevékenykedsz, inkább a főváros az otthonod. Így van, 10 éve Budapesten élek. Hát én nagyon szívesen tevékenykednék Fehérváron is, mert hát ez a város ugye szívem csücske, és mindig is visszahúznak a gyökereim, úgyhogy szívesen fogadok bármilyen megkeresést. Hát igen, gyakorlatilag én ugye 18 évesen férhez mentem, ez ilyen szokásos életút, 2 szép gyermekem van, ugye a lányom ma éppen 23 éves, a fiam pedig 26 éves, és amikor ők már nagyobbak lettek, akkor kezdtem el ugye én is, mivel hogy egyre több időm szabadult felkeresni a saját utamat, és akkor mindig is ugye a sminkelés az nagyon vonzott, 12 évesen ugye már a barátnőim meg anyukám szemöldökét szedtem, és mindig nagyon szerettem sminkelni. Azt hiszem még ilyen 2, majdnem 3 évig a skálának voltam a modellje. Igen, 87. Tehát akkor már magadat is jól sminkelted egyébként? Igen. Magadon gyakoroltad a legtöbbet? Igen, akkor nem volt ilyen, hogy sminkest biztosítanak itt legalábbis, saját magunknak kellett, vagy kozmetikushoz mehettél el kisminkelni, úgyhogy én mindig úgy mentem, hogy saját magamat sminkeltem, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem, és akkor mindig, amikor még picik voltak a gyerekek is, én kerestem a lehetőséget, de emlékszem, hogy talán 16-17 lehettem, ugye az Iblibe jártam, most ugye Kodolányi iskola, és ilyen nyílt fordított napunk volt, bocsánat, kérlek, azt úgy hívtuk, hogy a diákok voltak tanárok, meg ilyenek, és akkor csináltam egy szépségszalont, meg divatbemutatót, úgyhogy a legelső divatbemutatómat azt az Ibliben csináltam, egy ilyen fordított napon az iskolában, és akkor onnantól kezdve ez úgy mindig jött, tehát az életutam az mindig azt adta, hogy valahoz e felé tendáltam, és akkor volt egy gerincműtétem, és az egy picit így nagyon magamba fordultam, tehát a Jóisten nem véletlenül adja ezeket a dolgokat, elkezdtem ugye magamba nézni, és hogy én azt mondtam, hogy nekem ez az, amit én nagyon szeretnék csinálni, mert hát előtte én is mindenféle vállalkozásban, meg a férjem vállalkozásában is ugye tevékenykedtem, de azt mondtam, hogy ez az, amit én igazán szeretnék csinálni, és akkor így indult el ez az egész dolog, és ugye hát mivel, hogy nem ráérősen kezdtem, ezért muszáj volt úgy csinálni a dolgokat, hogy az annak jónak kellett lenni, mert hogy nincs idő arra, hogy próbálkozzunk meg majd 5 év múlva kiderül, hogy jó vagy nem jó, hanem azonnal eredményt kell produkálni. Na de így kisgyerekek mellett oké, hogy megvan az adottságot, tehát azért már ugye, ha gyerekkorod óta sokat gyakoroltad a sminkelést, akkor lehet nyilván egy önbizalmad ebben a tekintetben, de hogy mégis hogy találtál lehetőséget arra, hogy ezt tudjad művelni, és rögtön ugye, hát illetve nem rögtön, de ugye egy idő után már a főváros felé vetted az irányt, és hát most ugye a mai napon már elég sok mindent rendezvényektől elkezdve mindent tudhatsz magadénak, ezt majd elmeséljük. Tehát, hogy kezdődött, hogy csöppentél bele ebbe az egészbe? Hát én úgy kezdtem, hogy nekem egy szem olyan kapcsolatom nem volt, ami ezen a területen, erről a területről lett volna. Én egyszerűen csak elkezdtem gondolkodni, és megkerestem azokat az embereket, akiket úgy gondoltam, hogy ezen a területen ugye ők tevékenykednek, és csináltam dolgokat, tehát én előre elkészítettem, befotóztattam munkáimat, hogy meg tudjam mutatni, hogy mire vagyok képes. És úgy mentem oda, és kértem lehetőséget, hogy
mire vagyok képes, és akkor adták, és bizonyítani kellett természetesen. Tehát mellette kőkeményen bizonyítani kellett, és akkor így. Tehát teljesen tudatosan kiépítetted a saját magad marketingét. Igen. Tehát úgy inkább a tudatalattim helyes úton vezérelt, mert az idő azt igazolta, hogy jól gondolkodtam, hiszen mi alapján adjon esélyt valaki, hogyha nem látja, hogy mire vagyok képes, és mondani meg bárki bármit mondhat. És hát bizony találkoztam, pont egy másik fehérvár és sminkes hölgynek a munkáját ismertem fel úgy, hogy egy kis hölgy mutogatta az anyagait, és ennek más munkáját tett be referenciaként, és azt mondta, hogy hát ő neki nincs még munkája, hát mondom, csinálni kell, be kell fotóztatni, és akkor lesz. Tehát, hogy elébe kell menni a dolgoknak gyakorlatilag. Mielőtt Budapestre kerültél, azért azt szerintem elárulhatjuk a nézőknek, hogy egy kis ideig nálunk is megfordultál, hiszen itt is sminkesként és később stylistként is tevékenykedtél. Így van, hát ez egy nagyon-nagyon szép emlék volt nekem, és ugye sminkesként kerültem ide a tévéhez, hirdettem magam, stb. És akkor ugye a műsorvezetők mondták azt, hogy ugye, hogy segítkeztem nekik így a előzetes készülődések alkalmával, hogy nem akarok stylistként is részt venni így a műsorok készítésén, és akkor így indult el az egész dolog, úgyhogy azóta meg már saját kollekciómat is csináltam, mert egyszerűen csak úgy éreztem, hogy van valami, amit megálmodtam, és meg szeretném valósítani, és én több ezer nagyon érdekes dolgot megihletett az ilyen lézervágott papír, pillangók, virágok, tehát az egy ilyen nagyon különleges, precíz dolog. Ez mit akar, hogy lézervágott? Ez egy technikai eljárás, hogy lézerrel vágják ki a papírt, vagy bármilyen anyagot, ugye ez egy vágási technológia, és nagyon precíz, és bármit ugye ilyen grafikai szerkesztés alapján létre tudnak hozni, de az a titka, hogy nagyon-nagyon precíz, tiszta vágásokat produkál anyagoknál is, nem minden textilt lehet vágni, de hát a papírnál meg tényleg csoda mintákat és egyebeket lehet létrehozni. Úgyhogy készült egy ilyen 20 darabból álló kollekcióm, 20 szedből álló kollekcióm, ami ilyen papírvirágokból és papírpillangóknak a textil és papír kombinációjára épül. Na most hogy jutottál el idáig? Ugye most ott tartottunk, hogy voltál itt egy kis ideig nálunk is, és utána jött egy nagy lépés, hiszen akkor felkerültél Budapestre. Így van, 2007-ben az életem egy fordulatot vett, és egyik napról a másikra ugye felköltöztem Budapestre, tehát lakhelyet változtattam. És aztán ugye hát ott van jelen az ember, ahol ténylegesen fizikailag is jelen van, és még ugye vissza-vissza jártam Fehérvárra, de egyre inkább ugye Pesten kellett a megélhetési körömet bővíteni, és aztán így ugye a rekordom az ennek a következménye volt, hogy hát Pesten azért lényegesen több sminkes volt, mint Fehérváron, de emlékszem, hogy valaki, egy kedves munkaadóm említette, hogy nem tudtam elvállalni egy felkérést, és elkezdett körbe kérdezni, és azt mondja, hogy Hajni, nem hiszem el, hogy 5-ből 4-en téged ajánlottak. És mondtam, hogy én ugyanezt szeretném elérni Pesten, hogy igenis, hogy köztudatba kerüljek, az mellett a sok-sok száz, sok-sok ezer sminkes mellett, hogy igenis tudják, hogy ki az a Tóri Sajnalka, és ugye elkezdtem gondolkodni, hogy mik az erősségeim. Mindig abból kell kiindulni, és azt kell felnagyítani, és ugye az ékszerdíszítés volt, amit legelőször egy fehérvári kis fodrász hölgynek, Estillának hívják, és ő is nagyon sikeres fodrász lett az évek során, ahogy végigkövettem a munkáját. Őnek is csináltam a legelső ékszerdíszítést, így ilyen fodrászversenyre. Ez most testet érintő, igen, vagy arc? Arc és test. Uh-huh. Tehát ugye az
az ékszer díszítés, az Swarovski kristállyal végzem, és az a rendes bőrünkre való ragasztást adja, ami onnan indult, egy nagyon spontán dologból, hogy volt egy pár mennyasszonyom, akinek tetoválása volt ugye a háta, és hogy szerette volna úgy eltüntetni, hogy vagy valahogy összvangba hozni a mennyasszonyi ruhájával, és ilyen spontán ötletként indult ki ez az egész jelenti, dolog. Hogy a tetoválást ki... Igen, egy picit elfedve, meg egy kidekorálva, igen, hogy egy kicsit ünnepibbé varázsoljuk ugye a meglévő mintáját. És aztán ennek kapcsán megismerkedtem a Talosítával egy rendezvényen, emlékszem Bicskén egy motoros szalonnak a megnyitójára csináltam én fantázia dizájnhoz, ezeket ő meg műsorvezető volt, és ugye, hogy felkerültem, tartottuk a kapcsolatot, még a második rendezvényemnek, a második női napnak ő volt a háziasszonya 2007 tavaszán, és mondta, hogy mi lenne, ha csinálnék az opera bárra neki a ruhájához valamit. És ez egy kicsit ilyen spanyolos jellegű ruha volt, és mondtam, hogy jó, akkor csináljunk hozzá egy ilyen válkendő, egy ilyen csipkemintás válkendőt, és az volt azt hiszem ilyen 1200 darab kő, amiből csináltam, és akkor ez 2008 volt. Na most akkor... pillanat rájunk, meg most így elgondolkodtam a Swarovski kristályok árán is, meg hogy 1200 darab, ezt most te előre megveszed, megvásárolod, igen, és aztán igen. Utána nyilván kifizetik, aki, de igen. Akkor ezek szerint megkéred az árát. Hát nyilván. Eleve egy időigényes dolog, természetesen volt olyan mennyasszonyom, akinek kesztyűt kellett csinálnom, és ráadásul úgy, hogy ő neki egy előző nap volt a fotózása, és másnap volt ugye voltak a szertartások, és kétszer meg kellett csinálni, és de ezt akarta, hogy ez legyen az, amitől az ő esküvője különleges és egyedi lesz, és hogy ilyen senki másnak biztosan nem lesz. Na és akkor 2009-ben így hogy van, került fel Zimány Lindára? 2 millió forintos sminket meséld el ezt nekünk, amivel hát, ugye rekordot is döntöttél. Így van. Hát ez úgy volt, hogy egyik reggel így felébredtem, és az isteni szikra. Tehát nekem én nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert a jóisten szerintem nehézségek ellenére is, de azt gondolom, hogy a tenyerén hordoz, mert egy különleges képességet és adottságot adott, amiből ugye a megélhetésemet biztosítani tudom, és ugyanígy jött az isteni szikra, hogy na akkor csináljunk egy 5000 darabosat, mert hogy ugye 1200 volt, azt tudtam, hogy körülbelül 4 óra alatt raktam fel, de mivel ugye egy nagyon bonyolult minta volt, tudtam, hogy csak egyszer egymás után pakolva azt gyorsabban fel tudom rakni, tehát teljes mértani számításokat végeztem. Speciális ragasztó van hozzá több fajta. Az egyik az egy kellemesebb viselést produkál, úgyhogy megvolt az már ugye a szakmai tapasztalatom alapján, amit megfelelőnek találtam, és a Linda igent mondott rá. Talán egy-két nap gondolkodási időt kért, és azt mondta, hogy na jó, úgyhogy nagyon türelmes volt, és mindig elmesélem azt, ugye Hajas László készítette a Linda frizuráját, mert ugye azt találtam ki, hogy az nem elég, hogy én csak úgy felrakom a köveket és annyi, hanem hogy akkor azt megfelelően elegáns módon mutassuk be, és ugye a mennyasszonyi ruha, ez mindig a divat bemutató végén jön ki, a tervezőknél, és egy divattervező hölgyel kooperáltam, és akkor kitaláltam azt, hogy legyen az, hogy mintha az egyik anyag ez a Swarovski lenne, és akkor tüllel kombinálva egy ilyen mennyasszonyi ruhakreációt hoztunk létre, és akkor úgy vonult be a vendégek elé a bemutató végén a Linda, úgyhogy nagyon-nagyon türelmes volt, ugye Hajas László gyönyörű frizurát csinált neki, és megmondom őszintén, hogy a Lindáéknak, a Hajas Lacinak és az akkor ott jelenlévő ilyen TV stábtagoknak köszönhetően sikerült az 5017 darab, mert
4500 környékén már az ájulás kerülgetett, és abba akartam hagyni, és ők kezdték el tartani bennem a lelket, hogy csak csináld, meg lesz, és így sikerült. Tehát ez egy ilyen az utolsó körülbelül egy órában derült ki, hogy végig tudom csinálni, és azért 17 darab, mert egy picivel többet raktam le, de ahogy felállt a Linda, pár leesett, és akkor így ugye a hitelesítésnél az elején is pontosan megszámolták, hogy hány darab kő van, és amit ott a földön alatta találtunk, azt összeszámolva, levonva jött ki az 5017 darab. És akkor a rekordok könyvébe beíródott a neved. Igen, igen, úgyhogy hivatalosan diplomát, oklevelet kaptam róla, úgyhogy, és hát aztán az élet úgy adta, hogy a Magyarországi Rekorderek Egyesületének alapító tagja is lettem, úgyhogy egy nagyon... Na ez nagy... hogy? Hát aki a hitelesítő, a Sebestyén István, hát ő egy zseniális személyiség, és ugye ő hitelesítette az én rekordomat is, és megkérdezte, hogy mivel én is szintén egy ilyen különleges rekordot csináltam, hogy van-e kedvem részt venni, és mondtam, hogy persze, nagyon szívesen, hiszen hát tényleg semmivel nem jár, meg az ember miért ne tenne jó dolgokat, és akkor így. Tehát akkor ez is vagy, mert nem, ezen kívül még, hát ugye szépségversenyeket szervezel, rendezvényszervező is vagy, amellett, hogy tényleg sminkes vagy, és hívnak egy-egy színházba is, akár előadásokra, maszkmesternek, sminkmesternek, emellett még saját kollekcióval is előrukkoltál, ruhakollekcióval. Hát mesélj erről, én nem találok szavakat, hogy tud egy ember ennyi mindent csinálni. Hát alvási időből veszi el az ember természetesen, és ez az előnye annak, hogy én korán szültem, az én gyerekeim ugye már felnőttek, tehát nem az van, hogy most a pici gyermektől veszi el az ember, úgyhogy mindennek megvan az előnye, én azt gondolom, nem, abszolút nem bántam meg, hogy később kezdtem el úgymond karriert építeni, sőt a saját gyerekeim is ugye már adják az örömet azzal, amit tesznek és amit élnek, úgyhogy hát általában nekem az ilyen kikalandozások, azok olyanok, mint másnak egy hobbi, hogy most éppen van kedve kipróbálni a horgászást, vagy a síelést, nálam ugyanez, tehát hogy egyszerűen ihletet kapok valamitől, és elkezdem csinálni, tehát mondjuk épp... Emlékszem, hogy kicsi kislányként anyukám, ahogy megtanított varni, én a babáimnak babaruhákat fércelgettem, és így visszagondolva, hogy emlékszem tényleg, hogy micsoda öltések voltak, amit egy ilyen 5-6 éves gyerek ugye csinál, de hát... Tehát amit képest, gondolt, ugye, azt csinálja az ember, és alkot. Mert ugye ehhez képest beszélgetésünket megelőzően mutattál nekem képeket arról, hogy tehát van egy ruha, amire saját kézzel vartál rá nem tudom hány ilyen kis díszítő elemet. Tehát azért ezt megcsinálni időben, igen. Azért az nagyon nagy munka. Hát maximalista vagyok, már egyre inkább látom, nagyon, nagyon szeretem a szépet, ezt édesanyámtól örököltem, abszolút teljes mértékben, ő gyönyörűen hímzett, kötött, horgolt minden, ami kézi munka, nekem olyan pulóvereket csinált, ugye 90-es évek elején nem nagyon lehetett szép dolgokat kapni, és mindenkit, a tanároktól kezdve mindenki csodál, a kigyöngyözte, meg minden csodaszép dolgokat alkotott. Érdekes módon nekem nincs türelmem kötéshez, horgoláshoz, egyebekhez, de hát így minden más, tehát több ezer pillangot követ, egyebeket elragazgatok, de az valahogy engem nem kötött le soha, mert tanított ő, tehát én megtanultam horgolni, kötni egyebek, de soha nem kötötte le a fantáziámat, és hát ugye elkezdtem a pillangókat is először egyesével felvarni, és mondtam, hogy na hát ez így nem lesz jó, és akkor ki kell találni valami ipari megoldást, hogy működjön, mert ezért több ezer darabnál, ugye az egyik szoknya, ami teljesen pillangó, hát ott azt hiszem, hogy valami 3000 pillangó, papírpillangót sikerült rárakni egy olyan
céggel kooperáltam, akik ilyen lézervágott papír dolgokat csinálnak, tényleg csodákat, és ők biztosították nekem ezeket a virágokat, pillangókat, mert ugye mutattam egy kis virágos szoknyát, egy rózsaszínt, hát az egy virág, az körülbelül 6 és 8 darabból ragódott össze, azt kézzel ragaszgatták össze egyesével, és egy virág, az minimum 8 ilyen kis elemnek az összeragasztásából állt, és úgy egyet csinálni belőle. Tehát ők is iszonyatosan sok időt és energiát belefektettek abba, hogy ez létrejöjjön. Tehát ha kiszámolnánk az értékét, de megfizethetetlen lenne gyakorlatilag, mert nincs az, aki ennyit kifizessen egy. De akarták például egy operaénekes hölgy, nagyon szerette volna a fellépő ruhának, csak mondtam, hogy ez susog, és hát ugye azt nem lehet, hogy... És akkor ilyenkor mi a sorsa ezeknek egyébként? Nálam vannak, és akkor időnként, ha felkérnek bemutatóra, akkor ugye előveszem őket, mint ahogy most januárban voltam az esküvő kiállításon a Papp László Arénában, és ott csináltam egy show-t ugye ezekkel a ruhákkal. Igen, most folyamatos szervezésben vagy, ráadásul most is éppen szépségversenyt szervezel, ha jól tudom. Hát ez már a sokadik nekem, de ez most már azért remélem, hogy hosszú távon is a nevemhez kötődik, hiszen az elmúlt években számos felkérés alapján csináltam szépségversenyt, és azt mondtam, hogy most már szeretnék olyat, ami az enyém is. Úgyhogy ez május végi döntővel lesz, és remélem, hogy ez is olyan hajnalkásan különleges lesz, ahogy szokták mondani az ismerőseim. Úgyhogy ez mit akar egyébként, hogy a szervezésen keresztül mondjuk sminkelsz is itt ezeken a rendezvényeken, vagy ez már nem volt el munkád? Hát így kedves életem párja mondta pár évvel ezelőtt, hogy mindenki jobban jár, hogyha nem válasz ennyi mindent magadra, és igen, már tudni kell leosztani a feladatokat, tehát nem lehet. Tehát azért egy szervezés, egy ekkora nem egyszer közel 100 embert koordinálni, hogy időben minden úgy legyen, ahogy kell, azt nem lehet úgy, hogy tudok több embernek a munkáját egyszerre végezni, de ha nagyon azonos fázisban történnek dolgok, akkor muszáj fájó szívvel, de elengedni azt, amit szeretek. Tehát nem lehet mindig mindent, és a minőség rovására nem mehet. De most akkor mondhatjuk, hogy a kiinduló pontból, hogy kitaláltál egy álmot, hogy te most szeretnél sminkes lenni, és ezzel valamilyen fajta álmot megvalósítani, abból te kinőttél, és már lehet, hogy ilyen nagy falatokat próbálsz meg inkább megcsinálni? Hát én azt gondolom, hogy ez olyan természetes emberi tulajdonság, hogyha egyszer megtapasztal valamit az ember, akkor mindig előre és nagyobb dolgok felé kell, hogy vágyjon. Mindig azt szoktam mondani, bármit csinálunk, hogy lehet emeleteket ugorni, de nem szerencsés, mert ha valami nem jól sül el, onnan nem biztos, hogy feláll az ember, hogyha visszaesik. Egy-két-három lépcsőfokot lehet egy picit kockáztatni, az nem olyan gond. Tehát, hogy igen, én is úgy vagyok vele, ha egyszer már csináltam valamit, akkor az ember próbál egy kicsit még nagyobbat, picit mást újabb dolgot létrehozni. Most mi az, amint tevékenykedsz, még az mellett, hogy szépségverseny, mik a következő terveid, mit látsz magad előtt? Nagyon-nagyon bízom benne, hogy újra indul, azt az ígéretet kaptam ugye a Gosdú udvar részéről, hogy újra indul a Gosdú Fashion Night, amit tavaly ugye 4 alkalommal én szerveztem. A magyar tervezőknek és magyar márkáknak ad bemutatkozási lehetőséget, és különösen a fiatal kezdő tervezőknek, de hát ugye nagyon színvonalat is szeretnénk tartani, de tényleg csodás alkotó emberek vannak Magyarországon. Úgyhogy az is egy nagy feladat, mert olyankor azért ilyen 8 és 10 márka közötti tervezőt kell összehangolni, és ennek minden lebonyolításával ugye
foglalkozni kell. És hát sok minden van olyan, ami még csak tervben van, és általában nem szeretek, babonás vagyok, és csak akkor beszélek már valamiről, ha megvolt, és rendben volt, és a többi. Viszont ilyenkor meg mindig az újabbakra fókuszálok már, ami előttem van. Úgyhogy... Viszont egy dolog már megvolt, miniszterelnökünktől is kaptál egy elismerést. Jaj, hát ez igen, nekem egy nagyon nagy dolog volt, hiszen tényleg ahonnan én indultam, és egy alkalommal, egy rendezvényen úgy volt, hogy őt is sminkelem, és akkor ott sikerült ugye megismerkednem vele, ugye meséltem arról, mit és hogyan teszek, és az januárig megelőzően egy porcelán ékszer márkának voltam a brand menedzsere, és akkor így ugye a brand építését végeztem még egyéb munkáim mellett, és akkor így jött a köszönet gyakorlatilag. Na most egy pillanatra, hogy így ezt elmondtad, hogy Orbán Viktort is sminkelni kellett, mit kell rajta egyébként sminkelni, azon kívül, hogy mondjuk egy kis púdert kap, azért gondolom egy férfit és egy miniszterelnököt azért nagyon nem kell. Természetesen, ugye, mivel hogy te is a médiában dolgozol, nagyon sokan, általában laikusok azt gondolják, hogy ez minek. Teljesen megváltozik az arcunk, ugye a fényeknek, a hatására. És alapvetően az, aki egy természetes fényben jól néz ki, nem biztos, hogy akár ilyen mesterséges fények között is ugyanazt produkálja, plusz ugye a bőr felszín máshogy veri vissza a fényt, tehát szükség van rá mindenkinek, akit én mindig azt szoktam mondani, ugye mennyasszonyoknál is előfordul, hogy jaj, én olyan akarok lenni, mint a hétköznapokban, de fotózzák, tehát ha csak fotózzák, és nem az van, hogy videó készül. Nem véletlenül alakult ki ez a szakma. Az igazi sminkesség és smink- és maszkmesterség az a filmipar kialakulásának volt köszönhető, mert hogy olyan erős fényeknek voltak kitéve a szereplők, hogy teljesen megváltoztak a vonásaik, és ezt kellett korrigálni, és ezért kell. És mindenkinek ajánlom, hogy igenis szükség van arra, hogyha a kamera elé áll, nem mindegy, hogy mi látszódik végeredményként. Akkor mindezek után így zárásként megkérdezném, hogy mondjuk, ha szeretnék tőled egy időpontot kérni egy sima sminkre, mondjuk ide a tévébe, akkor még mindig kaphatok egy időpontot, vagy nagyon tele van a naptárod? Hát én nagyon szeretem, és vannak, hála Istennek, van olyan vendégem, akit egy munka alapján valaki megkért, hogy sminkeljem ki, és olyan úgy átváltoztattam, hogy a főnöke nem ismerte meg ezt mellette, és tizenvalahány éve visszajár hozzám, és találunk, megoldom. Tényleg ez szeretet is, és hát azt gondolom, hogy tartozom is a hűségért ennyivel, úgyhogy természetesen megoldjuk, és megtalálom a megoldást rá. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további nagyon-nagyon sok sikert kívánok még neked, és még halljunk rólad itt Fehérváron is. Állok előbe, és köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük, hogy velük tartottak, viszontlátásra!